Sátoraljaújhely polgármestere, a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság elnöke, Szamosvölgyi Péter köszöntötte a jelenlévő vendégeket, aki megemlékező beszédében kiemelte, a fejlődő világgal együtt a polgári védelem feladata is megváltozott, kibővült. A háborús helyzetre való felkészítés helyett ma már főként a civilizáció által okozott társadalmi, környezeti katasztrófákra kell a szervezetnek reagálni, segítenie a lakosságot. Kohánka István polgári védelmi ezredes, a Borsodabolyi Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese a szervezet történetéről szólt és arról, hogy régiónkban milyen kihívásokkal kell a katasztrófavédelemnek szembenéznie. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola ünnepi műsora tette színesebbé az eseményt, majd dr. Emrődi István nyugalmazott polgári védelmi alezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke az újkor kihívásairól beszélt. Hármas feladatunk van: felkészíteni, védekezni, ha szükséges, illetve helyreállítani. A felkészítésnek a legfogékonyabb rétege az a tanuló ifjúság. Mi elkezdjük az általános iskolásokkal, középiskolásokkal, és most már a felsőfokú hallgatókkal is foglalkozunk. De ugyanígy nagyon fontos az önkormányzatoknak a felkészítése is, ezért ott polgármester segítőket képezünk ki. Mindig egyfajta folyamatos változás van, ezeket a kihívásokat, változásokat meg kell érni. Ezeket a kihívásokat végre kell hajtani, újjá kell alakulni. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos átalakulás, egyfajta szerveződés, és úgy gondolom, hogy most, amikor ünneplünk, akkor azt mondanám, hogy egyfajta öröm, hogy itt állhatunk, itt lehetünk, és gyakorlatilag biztonságot kölcsönözhetünk az állampolgároknak. A mai hadsereg nélküli világunkban a egyetlen mozgósítható és szükség esetén bevethető erő a tűzoltóság és a polgári védelem. Tehát nagyon nagy szükségünk van rájuk, azért is, mert éppen most sok helyen az országban árvíz van. Nem olyan régen volt egy olyan jelenség a megye fölött, aminek még most sem tudjuk az okát. Hál' Istennek becsapódási helyet nem találtunk. Pár évvel ezelőtt repülőgép baleset volt, ahova szintén ott kellett, hogy legyenek, de hát vannak vegyűzemeink, csak itt a megyéről beszélek, és még számtalan olyan cég, ahol bármikor előfordulhat a legnagyobb odafigyelés mellett is olyan helyzet, katasztrófa, ne adj Isten, ahol be kell avatkozni. Ezek az emberek, ezek a katonák, ezek a tűzoltók erre tették fel az életüket, hogy értünk, és a mi javaink mentéséért szolgáljanak és dolgozzanak. A megemlékező eseményen ünnepi parancsokat ismertettek, valamint elismeréseket adtak át. Ezzel együtt polgári védelmi emlékfotó kiállítás is nyílt a Magyar Nyelv Múzeumában.